Köszöntöm a kedves nézőket, én Szabolcs Gaming vagyok, és ebben a mai videómban itt volnánk egy újabb OpenBVL videóval. Kérem vigyázzanak, az ajtó záródnak. És már el is indulunk, ahogy szavaztátok a Discord szerveren, M2-es metrózunk. Az első megálló a Pillangó utca, az ajtók a jobb oldalon. Pillangó utca az első megálló, tehát M2-es metró, 2011-es állapotok szerint, tehát ez már a felújított M2-es metróvonal, és tarts a zsuzsa hangos bemondással, tehát ez még nem Szalóci, és egy vízipók típusú metróval. Ugye ez volt az utolsó, valaha beszerzett új orosz metró, ugye a Pandák a 3-as metrón csak felújítások. Itt balra látható a Fejér úti járműtelep, és itt egy megálló helyet felszínen teszünk meg a Pillangó utcáig. Az képest, hogy orosz metróról van szó, nagyon kis egyszerű ergonomikus vezetőállása van, olyan, mint a KCV-nek. Ugye a vízipókot onnan lehetett megismerni, hogy ennek rohadt sok fényszóró volt az elején, és már fékezünk is, amikor aztán volt itt egy balesete az egyik vízipóknak, itt volt egy csonkavágány, és tesztelés alatt itt belefutott a Pillangó utcánál egy szerelvény egy ilyen vágánycsomba, és az kidöntött és óriási kárt okozott benne, mert ugye ezek az metrók a 2000-es évek elején jöttek az orosz államadóság terhére, tehát ingyen kaptuk, mint a fosdikat. Már meg is érkeztünk a Pillangó utcára. 20 másodperce korábban. Na tehát, vízipókkal megyünk, itt mellettünk egy EV metró látható, igazából vízipókokról röviden annyit, hogy ugye, amit mondtam, az orosz államadóság terhére szereztük be őket, és ezek eredetileg a 2-es metró mentek, aztán a 3-as metrón, amikor az Alstomok megérkeztek ide, és 2017-ben vonták ki őket a forgalomból a Pandák érkezésével. Kérem vigyázzanak, az ajtó záródnak. Igen, mivel 2011-es a pálya, ezért még stadionok állomásnak mondja, a Puskás Ferenc stadiont. Itt közben egy 65-ös lassú jel látható, amúgy 70-nel lehet menni ezen a metrón. Ú, de jó hangos. Igen, hát az orosz metrók elég hangosak voltak még. Most 55-ös lassú jel előjelző. És érkezünk a Puskás Ferenc stadionhoz, én így mondom, mert ugye mostanában már így mondják, ahova eredetileg betervezték azt, hogy ide jön a H8-as, H9-es lév, és ezért van 4 vágánya ennek a metróállomásnak, de aztán végül ez nem sikerült, nem hozták össze, hogy idáig a Puskás Ferenc stadionig bejárjon a H8, H9-es lév. Tehát ott elég sok munkát kellett volna végezni a Fehér útnál, az Őrsvezér terénél. És már meg is érkezünk a Puskás Ferenc stadionhoz. Igen, itt a két szélső vágány van használva, a két középső vágány lett volna a hépnek a tervezett vágánya. Tíz másodperce korábban érkeztünk, úgyhogy nézzünk is szét, negyedik vágány. Igen, és itt egy másik metró, Barbie metró, hú, EVA, felújított EVA, EV metró, tehát Barbie metró, ami azért kapta a Barbie metró nevet, mert ilyen piros üléshúzatja van. Na, itt már Puskás Ferenc stadion, vagy ott fönt ki van írva, hogy Puskás stadion. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. És itt igen, van egy kitérő, itt 40-nel lehet csak menni. Keleti pályaudvar következik, ugye itt még nincs hangos bemondák, vagy átszaladnak a 4-es metróra, mert ugye az csak 2014 óta van 4-es metró. És itt van amúgy az M2-es metrónak, ha jól tudom, a leghosszabb állomás közé, a Puskás Ferenc és a Deák
Puskás Ferenc stadion és a keleti pályaudvar között, ugye kb-valóan itt van az Aréna pláza, ugye a Tököli út alatt mindig állt. Nem, a kerep... A kerepesin jövünk itt át. Keleti pályaudvar alatt, itt van a legendás alagú, amit befalasztak. Nincs is a pályán sem megcsinálva, pedig valahol itt van a kiágazása. Bocsánat, olyan néha hülyeségeknek mondok, reggel veszem fel ezt a videót. Jó, itt az F-jelzés, megálló és egyben fékez. Ez a jelző azt hiszem 50-et jelez itt a metróknál. És most érkezünk meg a keleti pályaudvarhoz. Ó, ezt nagyon ismerem, itt rengetegszer szoktam felszállni a metróra. Igen, fékezünk itt, általában a tükörnél kell megállni, ami csak textúra pacsa. Na, jegyek el bérleteket, Duma. Ez a jó megállás, hogyha itt a tükör vonalában állunk meg? Jól van. Azt mondja, hogy amit lehet látni, hogy a fékhengerek is meg vannak animálva, hogy éppenséggel hány bár nyomás alatt vannak, illetve van az a kijelző baloldalt, az ami ott világít, az a fogjem kijelzőnek a kis panelja. Ugye ezeken volt jelző, ugye fogjemet használta MÁV is nagyon sokáig, például Székesfehérváron, hogy most mondjak egy példát. Ez volt az a kijelző, amin zöld volt a betű stílus. Tehát tudjátok ezt jól. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Igen, és itt még kérem vigyázzanak, az ajtók csapódnak volt. Jó, Blaha következik. Itt igazából ez egy pár száz méteri, buszok is nagyon sokat járnak, nagyon sok busz jár. Nézzük, van kürtünk. Jó, nagyon szép, jó kis orosz kürt. Én amúgy el vagyok az ilyen metrókkal. Hát igazából Alstomban most azért nem jöttünk, mert ugye a tartsangos bemondások nem illik az Alstomhoz. Eredetileg Barbie metrózni szerettem volna, csak az, mert nem találtam rendes vezetőállásos Barbie metrót. De én megtaláltam azt, ami Csákberénbe ki van állítva. Ugye az a földből kitörő metrókocsi, ami ki van ott állítva Csákberénbe, egyszer elmegyünk megnézni. És ez itt már a Blaha Lujza tér. Aki nem tudná, ki volt a Blaha Lujza, az azt hiszem valami nagyon híres színésznő volt a 19-20. Század fordulóján. Na, ez a majdnem pontos megállás. 4 másodperce érkeztünk korábban. És hogyha itt vagyunk már a Blaha Lujza téren, számondom, hogy ha jól tudom, apai ágon nagyapám dolgozott a 2-es metrón, ugyanis az 50-es évektől fogva egészen 1970-ig épült ez a szakasz, és ő dolgozott itt a 2-es metrón, itt a Blaha Lujza tér Astoria állomás közben dolgozott ő, úgyhogy innen is Isten nyugosztalja szeretett nagyapámat. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Igen, tehát amit mondtam, ez a metró az 50-es évekbe kezdett el megépülni, aztán nagyon sokáig állt, nem volt pénz rá, és a 60-as évek közepén folytatták. Első szakaszként az Őrsvezértere Deák Ferenc tér szakasztatták át 1970-ben, majd 72 év végén meghosszabbították ugye a déli pályaudvarig, és így néz ki a kelet-nyugati metróvonal. És már itt is vagyunk az Astoriánál. Na, itt meg fogunk állni? Nem biztos. Azokon csak 3 fékfokozat van, úgyhogy nem állunk meg rendesen. Ja, túlhaladtunk. 3 fékfokozat van, ezt elég nehéz megszokni.
Nézzük, mi jött az Astoriánál. Hát igen, ezek a felújított állomások. Mindegy kaptafára épültek. Igazából a Kossuth Lajos téri megállónál van az a szobor, az a Vake Jósa kutyájával, az a Teiresziás szobor, az, ami talán a Kossuth Lajos téri metróállomást kicsit színesíti, amúgy a mindegyik állomás pont erre a kaptafára épült, mint ez az Astoria is. Ez azért nem jó, tehát legalább a 3-as metrónál van valami dizájn. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Na de a 4-es metró állomásai, azok a legszebbek. A Deák Ferenc tér következik. Átszállnak a föld alatti. Hoppá, de érdekesen mondta be Zsuzsika annó. Átszállnak a föld alattira és a 3-as metróra, hát ugye föld alatti az a fa, 1-es metró, aki nem tudná. 3-as metró, mert mindenki ismeri. Ott is van átszállás, metró 3. Jó, nem sokára jövök ide a Deákra metrózni, mert megmutatom nektek, hogy néz ki az állomás, hogyha még egyszer jövök ide. Na, amit láthattok vágány előttünk, úgyis ilyen irreálisan sokat kell várni, fél percet, általában ilyen 10-12 másodpercet szokott a metró várni, vagy max 20-at. Balra, amit láthatunk kiágazás, az a 2-es és a 3-as metró összekötő vágány, ugyanis csináltak összeköttetést a Kőér utcai és a Fehér úti járműtelep között, ugye metrójavítások, meg ilyesmi menetek céljából, úgyhogy akár Pandát is küldhetnénk a 2-es metróra. Alstomot nem tudom, hogy lehet-e küldeni a 3-asra, kijavították-e a szűk határúti szakasz, de gondolom csaknán kijavították. És itt 15-ös lassú jel van, megint jegyeket, bérleteket. És akkor most jön a Kossuth tér, tehát balra a 3-as metró található, és ha jól tudom, ez a Deák Ferenc téri állomás után ágazik ki a 3-as metróból? Azt hiszem igen. De most nem emlékszek rá már fejből. Na, megérkeztünk ide a Kossuth Lajos térre. Hát nem tudom, ebbe a kamerából látszik-e, de amúgy ahol van ugye a feljáró rész, ott van ez a Teiresziás szobor, amiről meséltem. Na és akkor mindjárt megyünk át szépen a Dunán. Itt a következő szakaszon a Duna alatt fogunk áthaladni az egykori Kossuth hídnak a helyén, és Batthyány tér fog következni majd. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Kicsit megugrik, hogyha maxon nyomatom, de hát ez ilyen. Jó, Szentendrei hév az a H5-ös hév, ezt tudjuk jól. Tehát most vagyunk a Duna alatt, itt régen a Kossuth híd húzódott, még 46 és 60 között, ha jól tudom. Igen, hát még, mert ugye 56-ban a forradalmisták, forradalmárok pontosabban ezen a hídon keresztül mentek a Nagy Imre beszédét hallgatni. És már meg is érkeztünk a Batthyány térre.
elér. Ugye, hogy a Batthyány tér ki is kapta, vagy ki is volt ez a Batthyány, hát a Gróf Batthyány Lajos egy kis történelem. Ő volt az első magyar miniszterelnök a 48-as forradalom idején, és hát sajnos ő neki az élete elég tragikusan ért véget, ugyanis volt ez a újpesti börtön, vagy ez a pesti börtön, ami nincs messze amúgy a parlamenttől, és hát ott akartál fölakasztani, de aztán becsempészett egy kést valahogy oda a börtönbe, úgy megvágta a nyakát, hogy aztán lelőtték, golyó általi halálra ítélték. Méghozzá pont azt hiszem azon a nap, amikor az aradi vértanúkat is kivégezték, tehát ő volt a 13. vértanú. Vagy 14. Na, a Moszkva tér, Szél-Kálmán tér következik. Utolsó előtti megállási pontunk. Úgyhogy majd a Moszkva téren elmesélem, hogy mi is ez a sztori. Ugye Moszkva tér, Szél-Kálmán tér. Milyen jó volt az előző tanévben néztük a Moszkva teres filmet a kontroll után. Tehát metrók metróra halmozni. Így kell ezt. Na, Moszkva tér. A Moszkva tér, vagyis Szél-Kálmán tér, ahogy mindenki ismeri, 1929-ben lett elnevezve Szél-Kálmánról, aki a Tisza kormány alatt volt miniszterelnök 1899-1903 között. Ő pénzügyminiszter volt, és rokona volt Vörösmarty Mihálynak és Bajza Jenőnek. Aztán 51-ben ezt a teret Moszkva térré változtatták át, és 2011-ben lett újra Szél-Kálmán tér. Itt van amúgy Budapest leghosszabb mozgó lépcsője. Tisztelt utasaink, kérjük készítsék el jegyeket vagy bérletüket, mert a kérdés... Déli pályadvar végállomás közben mondtál befelé a jegyeket, bérleteket szöveget. Nem tudom, ki kell-e majd állni a tárolóba, de valószínűleg igen. Mégis ez már a felvétel hosszán nem módosult olyan sokat, max. 1-2 percet. Jó, 60 volt megengedve a jelzőn. Úgyhogy nem megyek még gyorsabban. Hoppá! Kicsi lag. Nem tudom ez miért volt. És már meg is érkezünk a déli pályaudvarra, ahol véget ér az M2-es metró viszonylata. Leszállnak szépen az utasok. Igen, igen, déli pályaudvar. Jövő hónapban is jövök ide. Déli pályaudvar, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy a megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Igen, itt még nem volt réhel Apple by senki. Csak magyarul bemondták, az kész. Na, fél perc múlva leszállnak az utasok, és akkor kihúzunk még a tárolóba, és annyi a videó magyarul. Tök jól viselkedett a metró, néha voltak kicsi gyorshajtások, de hát az ilyen előfordul. Főleg a metró valami lejt, egyszer emelkedik, de inkább lejt. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Jó, és 40-es a kitérő. Kitérő vágányba fogunk menni, tehát 40-nel lehet itt a kitérőbe menni. Ho-ho-ho-ho, 40-nel megyek, azt őszintén rángakolódik a szerelvény össze-vissza. Hoppá, itt egy szerelvény. Ez EV3, vagy nem tudom ezeket a szerelvényeket. Ez mintha EV3 volna. Jó, szépen a bakig ráállunk. Na, a vonat üzemi területen állt meg. Úgy, a másik orra mellé állunk. Várakozzék türelemmel, hamarosan a perron mellé érve kiszállhat. Na,
ennyi lett volna tehát az M2-es metró. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönjünk el a jó kis vízifóktól.